Napozunk a teraszunkon, nyugalomban, békességben, rend van, minden elkészült a házban. Jaj, de jó! Rend van? Jó, csak vicceltem. Azt hittem. Biztos irónia. Ja, biztos irónia. Igen, gondolom. Felfedezted az iróniát, bravo. Felfedezted az iróniát, bravo. Na, mire gondol? Igen. Na, szevasztok! Na, hello! Na, gyerekek, hát eljött a pillanat, mondjuk azért még egyszer még körre megyek, hogy biztos nincs itt munkás, csak azért, mert annyiszor mondták, hogy... Ha-ho! Ha-ho, van itt valaki? Nem, elmentek. Na jó. A lényeg, hogy elmentek végre a munkások, bár még jönnek vissza többször. Ugye, aki nézte az előző vlogot, az tudja, hogy azért még nagyon sok dolog van, nagyon sok teendő van itt a házban, viszont ma, mert már itt vagyunk, elkezdtünk takarítani, elkezdtük összeszerelni azokat a bútorokat, amik már itt vannak, gyakorlatilag ennyi történik, és szerintem ma már itt fogunk aludni, ugyan nagyon nomád körülmények között, tehát, hogy csak egy matracot fogunk például letenni a hálószobában, nincs még konyhánk, nincs még evő, vagy mi az étkező asztalunk. Igen, hagyd is a fenébe, ez hiánygondolkodás. Inkább beszélünk arról, mi van. Van matrac, van jól működő mosógép, ami már be van üzemelve. És ennyi. És gyakorlatilag tulajdonképpen ennyi. De ezért is állátadó. Igen, de gyakorlatilag jó is, hogy igazán azt sorolod fel, hogy mi van, mert ha azt sorolod fel, hogy mi nincs, akkor az nagyon hosszú. Tehát akkor csak arról szól a blokk, hogy ez nincs, az nincs, az nincs, stb. Szóval egy darab mosógép van jelen pillanatban a konyhában, de a konyha is érkezik nem sokára, ugye? Ha minden igaz, akkor ma vasárnap van, egy hét múlva érkezik a konyha, egy nap múlva érkeznek a háztartási gépek, a konyhai gépek a Millétől, amit nagyon várok, mert ha már lesz legalább egy hűtőnk, ugye még nem lesz behípítve, de legalább már hűtő lesz itt, akkor az már egy tök jó, tök arra gondol, hogy legalább hideget már tudunk enni, ugye? Mert eddig arra foghatom, hogy ne haragudj, de nincs főzőlap, hát nem tudok így, amíg nincs főzni. Az örül a hűtőnek, legalább vajaskönyelet kap. Legalább vajaskönyelet kapok, meg a kis turmixomat a hideg tejjel meg tudom inni majd. Itt. Nem tudom, hova ülök, de majd állva megiszom. Szeretném megmutatni neked. Igen. Konyha színét? Igen, milyen lesz a konyha, meg hogy el tud képzelni. Ugye kaptuk az asztalostól ilyen mintákat, a belsőépítészek bekértek nekünk, hogy el tudjuk dönteni. Igen. Na, és akkor mutatnám ez a gyönyörű Manhattan falhoz a frontok színét. Aha. Látszik a kamerában? Hát, itt nem látszik annyira a különbség sajnos. Tehát ilyen színek lesznek a frontok, viszont nem ezek a sima felületűek, hanem ilyen morások lesznek benne. És azok is itt vannak, ugyanis volt egy olyan, ami szűkebb, meg egy olyan, ami egy picit szélesebb, és mi ezt választottuk végül. Ezek lesznek a bemarások rajta. Igen, és ilyen függőlegesek lesznek. Moti, csak ide nézd meg, édes. Aha, így, értem. Szóval, hogy ez fog ide kerülni majd, tök jó. Gyönyörűen. Azt szeretném amúgy, hogy ne az legyen, mint az előző helyeken, hogy minden mindig ott van a pulton, tudod, hanem hogy úgy próbáljuk meg ezt majd olyan szépen. Szépen, aha, tartsod rendben, aha. Nem. Ezt te se gondolod komolyan, ugye, Bébi, hogy... Nem szeretnék túlzsúfolt konyhát nem szeretné, jól van, akkor oké, akkor majd erre visszatérünk egy két hónap múlva térjünk erre vissza, azért bevágok majd egy snittet külön akár, hogy mennyire lett nem túlzsúfolva. Nincs túlzsúfolva, ugye? De túl van zsúfolva, de azért, mert még nincs minden a helyen. De még nincs minden a helyen. Értettem? De értettem. Most... És semmi, értettem. Nem zsúfolunk, ez a lényeg. Nem zsúfolunk. Nem. És figyelj már, még egy kérdésem lenne, ha már itt nem a túlzsúfoltságról beszélünk, hogy a gardróbod, meg ezek, ugye ezek se lesznek túlzsúfolva, ugye? Csak kérdezem, hogy meglegyen, hogy nem lesz-e túlzsúfolva. Csak kérdezem. Jó, oké. Oké. Jó, oké. Jó, oké, akkor mi nem zsúfolunk semmit mostantól. Gyerekek! Csoda történt. Konkrét csoda. Mutatom. Elkészült a konyha, hát én ezt el sem hiszem. Én ezt el sem hiszem. Pakolni. Tehát, hogy gyerekek, kész. 2 hónap után ki tudunk pakolni végre. Nem kell... tele van minden, nézd oda. Igen, igen. Ügyes vagyok? Igen, és gyönyörű, ez gyönyörű lett ez a konyha, tényleg. Ez tényleg gyönyörű, nem tudom mennyire jön át így. Október 11-e van, a festők 10 perccel ezelőtt végeztek. Soha többet nem akarom őket látni, elmondtam neki. Kedvesek, imádom őket, de tudják, hogy miért mondom. Szóval, hogy mert már ezért. Szóval, hogy a festők 10 perce végeztek, bekerült az összes beltéri ajtó, ezek az ajtó, tehát minden ajtó bekerült, ők sem jönnek már. Térelválasztó bekerült. Kész van a konyha, kész van a gardrób, én ma kipakoltam a ruháimat. Felemelő érzés volt tényleg, végre nem bőröndből kell élnem, a bőröngyeimet lehoztam, és egy ideig nem akarom őket látni, mert ebből a két bőröndből éltem 2 hónapig, úgyhogy ezeket is szeretném valahogy jó mélyre betenni a pincébe. A belső párkányok is megérkeztek. A belső párkányok is megérkeztek, tényleg, van végre párkányunk is már. Úgyhogy már csak a villanyszerelőnek kell 1-2 lámpát feltennie, mint például ezt, ez itt még nincsen, meg 1-2 ilyen olvasólámpát, és ha ez megvan, akkor gyakorlatilag kész vagyunk, jelenthetjük belül? Hát? Tehát azt mondja, egyszer nincs villanyszerelő. Ja jó, hát úgy, jó persze, hát a bútorokra még várni kell. Igen, úgy mondom, hogy azzal vagyunk meg, hogy mert szakembereket nem kell fogadnunk. Nem lesz az, hogy 6:30-kor ébresztenek minket a festők. Nem lesz az, hogy... Nem lesz az, hogy igen, hogy megérkeznek a festők, nem 6:30-ra, hanem például ma is 7:15-re jöttek, mi 6:30-kor kellünk, még csináljuk az uzsonnát, de már a festők érkeznek, közben a kutya, közben az egyik gyerek, másik gyerek reggeli uzsonnakészítés. És a festők érkeznének, de nem csak a festők érkeznek, igen, hanem volt olyan, 11-en voltak itt. 11 ember dolgozott. Ez egy 3 napja volt. Igen. A házban, igen. És ilyen napból több is volt. Igen, igen. És közben gyerekeket vinni, hozni, közben itt még a vlogot vágni, na és még sorolhatnám, szóval ilyen napjaink voltak. Úgyhogy igen, ilyen szinten leszünk most akkor készen, most lesz úgymond az átadás, idézőjelesen. Lejönnek a Daniék szerintem egyik nap, és akkor így végigmegyünk a lakáson, átadják, elmagyarázzák a rendszert, és így tovább. És onnantól kezdve már tényleg, hogy mi elkezdjük csinosítani a házat, otthonosá tenni, képeket feltenni a falra, és majd idővel szépen az összes bútort beszerezni, de az nem ma lesz még. Addig még vannak azért fontosabb dolgok. Úgyhogy lassan ünnepelünk! Úristen, el se hiszem, gyerekek, el se hiszem, hogy ez a pillanat eljött, de komolyan. Én mondani, hogy pesgőt nem még most bontsunk. Ne, akkor, mikor már Daniék átadták, és akkor a Daniékkal esetleg majd kocintunk, akkor igen. Még egy picit nem várunk. Nem azért, mert a meglepetésekre várok, nem azért nem akarok most bontani pesgőt, hanem már úgy... Jobb lesz akkor, mikor már tényleg nem lesz mondjuk tele minden dobozzal, például itt is azért még vannak dobozok, azért még sok mindent ki kell pakolni. Egyelőre így néz ki minden. Egy élőlény van, akinek ennek mindenek ellenére jó dolga van, és az újra és újra málna. Aki teljesen nyugodtan talál mindig magának egy zsákot, és ott elalszik. Bekerült a főzőlap is, ez zseni, ezt meg fogom nektek mutatni, de ez a főzőlap konkrétan olyan, hogy ahova teszed az edényt, ott melegszik. Tehát nincs így konkrétan kijelölve, hanem ahova oda teszed az edényt, ott melegszik. Zseniális, imádom. Bekerült az elszívó is, de az még nem látszik. A hűtőt is beépítették már, az is gyönyörűen be van építve. Ó, itt van. Kis jégcsinálommal alul. Én jégmániás vagyok. Ott vannak a kis jegek. Sütő is bekerült, ezt is ugye, ahogy mondtuk, ebben a vlogban ki fogjuk próbálni még, ugye. Miben is maradtunk, hogy nekem kell főzni az elsőt? Vagy közösen? Konkrétan te ígérted meg. Én ígértem meg. Bizonyám. Jó, hát akkor nem sokára főzünk valamit. Vedd fel a kötényed. Kötényt vegyek, te hogy is? Vedd fel a kötényed, vedd fel ezt! Ez pont a te méreted. Jó, na. És igazából akkor szeretnélek is megkérni arra, hogy hagyjál főzni, jó? Lazac lesz, párolt brokkolival és krumplival, illetve lesz még utána egy kis desszert is, méghozzá kugló. A krumpli pucolást. No, ehhez szükség van. Rossz helyen van, mert ugyanis a mosogatóba. Mosogatógépben. Mosogatógépben, igen. Gépben van. Fölső rész. Fölső rész, rendben. Nem ott a legfelsője. Ilyen is van. Ó, de komoly. Nézzek, ott van. Most mondd meg. Fel kéne rakni egy kis vizet, abban már segíthetnél. Nem kell, és tudod, hogy miért nem kell? Nem. Azért nem kell, mert ez egy indukciós, és ez azonnal felfog. Kérdez, igen. Ja, és a legjobb dolog ebben a főzőlapban, vedd le a kamerát, légy szíves, mutasd meg, hogy gyakorlatilag bárhova rakod ezt az edényt, felismeri, hogy hol van, és kiírja a számsort, ugye most egy számsor van itt. Ide raksz mondjuk még egyet, abban a pillanatban felismeri, hogy hopp, még egy edény rákerül, ráraksz még egyet, hopp, ezt is felismeri, mondjuk átrakod ide, akkor átrakja oda, tehát ahol vannak az edények, oda kirakja ezt a számsort, és akkor be tudod indítani. Juhu! Azért is választottunk gőzsütőt, mert a Bencének most már egy jó ideje, ez egy folyamatos problémája, hogy nem tudja az ételeket újra melegíteni, ugyanis nincs mikrohullámú sütőnk, és a gőzpároló egyik ilyen funkciója az a melegítés, és amiatt, hogy gőzzel melegít és gőzzel dolgozik, emiatt nem szárad ki az étel. És tehát, egészségesebb, mint a mikro. Hát sokkal egészségesebb, mint a mikro. Na kérlek. Igen. Gőzsütő, Istenes Bence. Igen. Bekacska. Igen. Üzemmódválasztás. Igen. És nagyon-nagyon sok minden van itt, kérlek szépen. Igen. Ez a gőzpárolás. Igen. Van itt hőlékkeverés. Igen. Van a kombi. Ez nagyon izgalmas, mert megpárolja, ami azt jelenti például, hogy ez a kombit, ezt például arra használod, ha azt akarod, hogy a külső ropogós legyen, de belül viszont puha szaftos maradjon. De annyira izgalmas számomra, hogy ilyenek vannak. Hőlékkeveréssel lehet kombinálni a párolást, alsó-felsővel, grillel, itt van a melegítés. Ja, ez a melegítés? Ez a melegítés. Jaj, azt nem mondod. Illetve felolvasztást is lehet választani, tehát ha kiveszel valamit, és még rá akarsz segíteni, igen. Szóval van az autó, az automatikus program, itt pedig rendesen ki tudod választani zöldséget, halat, húst, kenyeret, sütemények, apró sütemény, pizza. Nekünk ide most a gőzpárolás kell a brokkolihoz. Aha, úgy, gőzpárolás, hány fok? Van, hát a 100 a teteje, szóval szerintem a 100 fok a szokás. Jó, oké, akkor kérlek, indítsd el, oké. Tehát akkor megvan a krumpli, megvan az újhagymás szósz, kész van a brokkoli, és készül, lámpa, készül a lazac. Kezdhetjük a desszertet közben. Ajaj. Ajaj. Működik. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I'm home. Jó étvágyat kívánok! Elkészült az első mestermű itt a konyhában. Nagyon komoly. Tényleg? Tényleg. Nagyon jó. Nagyon jó. Teljesen. Szinte 10 pont. Nem is tudom, hogy lehet-e jobb egy kuguló. Teljesen jó. Finom, puha, pont kellemesen édes. Ennyi. Jó volt. Ügyes ember vagy, te tudsz, de ha akarsz. Igen. Jók a gépek, meg vagyok elégedve a gépekkel is, úgyhogy gyerekek, a millét én nagyon ajánlom. Tehát én azt mondom, hogy ha jókat akartok főzni, akkor mille. Eddig anyukám mindig azt mondta nekünk, hogy igen, ha porszívó, akkor mille. Mindig ezt mondta, de éveken keresztül ezt mondta nekünk. Amúgy igen, egyrészt meg a mosógépre, És igazából mindenre. És egyébként most már azt mondom, hogy mindenre azt mondom, hogy mille. Innentől kezdve tudod, ahogyan anyukád adták neked, ugyanúgy, hogy mi is a gyerekeinknek gyerekek. Ha a főzőlap, akkor mille. A sütőpároló, akkor mille. Ha háztartási gépek, akkor mille. Egyébként tényleg, most itt ha reklám, ha nem reklám, de nagyon elégedettek vagyunk vele, úgyhogy mi ezt ajánljuk nektek. Ennyi. Na jól van. Levesszük a kötényt. Nagyon bő kötényt. Nagyon bő volt rád végig. Igen. Szinte elvesztettek. A konyhánk tehát készen van. Szerintem jövünk még biztos vlog részekkel. Szevasztok!